Búcsuk volt, Szüráti bál volt, Mária búcsú, klub délután volt, kis, mit tudom én, milyen megmozdulások voltak. Kultúrházban még kis keretein belül néptánccsoport működött. Ugye 73-ban ünnepeltük a falu fennállásának a 600. évfordulóját. Akkor szerepeltünk, én is a néptánccsoportban voltam. Arra tanítottak egy szép műsort, azt gyakoroltuk, több helyen felléptünk vele. Mindent anyák napjától elkezdve minden ünnep meg volt ünnepelve. Pünkös ugye sokáig nem volt ünnep a pünkös. Hát én olyan nem volt, hogy én pünköskor másnapján elmenjek dolgozni. Akármit csináltam, ha az orvosom mentem kiirotni magamat is, de én pünköskor akkor is délután, az, vagy mentem a templomba, már az pünkös. Olyan volt nálunk is, ugye mikor van a mi, Luca, akkor még megvolt a szekerünk az udvaron, és széjjelzették, aztán föltették a padlásra. Akkor a következő évben elvitték a kapunkat. Levették a kaput, aztán elvitték. Úgy kellett megkeresni a faluba. A Dimóti Jucinak az anyukája mindig volt megcsinálva. Kiteregetett. Akkor el volt nekünk a szórakozás. Mindig kiteregetett ugye az udvar, ami régen, hát ruhaszárítók, meg most is, én is kiteregetett. Aztán ugye az anyukánknak, já, jó, nagy bundobugyogói voltak, ki voltak, azok is teregetve. Aztán este ugye nem szedte össze, Róza néni szépen kitömcik az összeset szalmával, a bugyogók lógtak. Megtörektek. Na, a lányos udvar, lányos házak, de ezek nagyon rossz gyerekek voltak. Jaj, a Szalai Vi már nagyon tudott koszorút kötni, és az adventi koszorút megkötöttük. Én is tanultam tőle akkor néhány fogást. Ez olyan nagyon kedves időtöltés volt, amikor ezzel így foglalatoskodtunk. És közben hát persze, hogy szép verseket olvastunk, megálltunk egy kicsit. Pilinszky abban az időben nagy szám volt a 70-es években, és mi azt faltuk a Vilmával. Meg hát volt, az, volt ilyen is, hogy színjátszás. Még az 50-es években volt, mikor volt az a Gizi tanítónő, azt tanította ezeket, fiatalokat színdarabra. A színdarab mindig este volt. Hétköznap este is volt rá például, hétköznap este is volt, ugye akkor még nem volt kötve az emberiség. Nem volt gyár, nem volt ahhoz menni a gyárba dolgozni, hanem a mezőgazdaságba hazamentek, aztán etetés után ráért elmenni a színdarabba. Ezt el is ment, mert valami kikapcsolódás ennek is kellett. Hát én is voltam benne színdarabban, persze, amikor iskolás voltam. Voltunk benne, az ágri csillagokat játszottuk. Aztán mi is voltam én benne, bár voltam öltözve, én nem nő voltam abban. Férfinak voltam, de nem tudom mi a nem tudok, de azt az iskola udvaron, ahol, már az iskola ott volt most is, ahol akkor volt. Az iskola udvaron állítottak föl, tudja, ilyen színpadot, aztán ott játszottuk. Volt egy pár titkár, vagyis tanástitkár itt, annak a férje tanító volt, a Sági Lászlónak hívták. Azt tanította, próbálta összefogni a színdarabokat, tanított színdarabokat télen. Én is játszottam benne, meg még ő is. Ő biztos játszott benne, úgy emlékszem. Ugye aztán azt az előadást végignézték. Az volt a címe, hogy a Luszti fiú esetet volt, mert a Lőrinc Akari volt a főszereplő, én meg őr voltam a színdarabban. Én nekem kellett jelezni, meg mindig 5-6-szor bemenni, nem sokat kellett szövegölni. Hát mi annak idején a szórakozás az volt egyedül, amikor valójában 5-6 éves voltam, volt a mozi. A Barta bácsi tartotta a mozit itt a Dászlevelen a kocsmagudvaron. Ugye padokat lehetett összeszedni, a faluban volt egy szín, lebontották, a falra vetítette a filmet.
Barta bácsi még a kultúrázán nem készült, itt volt a félvedét. Utána a kultúrázban is volt, az ablakon keresztül vedélette Barta bácsi a félvet, ez félvászorra, már a kultúrázban volt. Hintójáró szerelem, azt láttam legalább. Meg a körhinta. Meg a körhintát, aztán már amikor a kultúrban lett a mozi, ott meg a köszöve ember fiait láttuk. Az a nagymamám jóban volt a mozis nővel, ugye Marcsa nénzőt. Vátített, aztán bemehettünk kindjére a moziba. Az első sorba ültünk, aztán majd a nyakam kiszakadt, a lovak meg mentek. Meg elég sokan látogatták is a mozit. Tevelen sokan jártak moziba. De ott voltunk annyian, úgy képzelje el, pupra volt, székek voltak. Aztán nem is tudom, honnan, pápáról jött az, minden héten voltam, de minden héten el szoktunk menni. De mondom, ott volt annyi nép, amelyet el tud képzelni. Milyen filmeket játszottak, arra már nem is figyeltünk oda. Főleg, ha együtt mentünk, nem azt néztük a filmet. Ki nézte ott a filmet akkor? Volt a bál akkor. Ott is már kettünk. Muzsikáltak, táncoltunk. Minden vasárnap Tevelen volt egy cigányzenekar. Zenétek. Minden vasárnap bál volt. Azok Tevelen. A bevételű, én is voltam rendező, se egyszer, se kétszer. Ugye meg kellett fogadni a zenekart, hogy előre meg kellett állapodni, majd én muzsikál. Annak idején cigányzenekar volt, Tevelen volt egy Böröcki családból összeállt öttagú társaság, aki nagyon jól tudta népi zenét játszani, és arra táncoltak a fiatalok. Böröcki Miklós, Böröcki Géza, Böröcki Dezső testvérek voltak. Ezek voltak a zenészek lakodalomban, és ezek szoktak régebben muzsikálni. Mi lakodalmunkban is olyan Böröcki testvérek muzsikáltak, hegedűtek, csak Hágádi volt, ugye meg egy nagybőgő, de hanem a Géza bácsi a nagybőgő. Összeálltak, akkor olyan például az én apámnak is megvan, mai napig őrzöm a tangóharmonikáját. A Böröckik fiatalabbak is tangóharmonikáztak. Szembe a piszke. Pálokba is. Utóbb meg ma ugye úgy jöttek valahonnan lenészek. Lovaskocsival hoztuk ki pápáru bucsúra, az mindig a akik reguták voltak, azok tartották a bucsút. Azoknak körül a cigánfogadást megcsinált kifogadni. Aztán lovaskocsival mentünk be a zenészekért, már akkor még buszjárat se volt, meg a dobot, meg ilyeneket hozni. Ugodba volt egy zenekar, Barna. Az volt a harmonikása, meg egy dobos volt ott Ugodból, egy hágádűs, meg csótul volt vele. Aztán a csótul adjük Ugodba, ott felült a lovaskocsit, aztán már a végig a falukat végigdobolták, csinálták a fölhajtást. Arra a bucsúi hétvégére, vagy két hétre, mert még kis bucsú is volt, arra ilyen befogadott önkéntes tiszteletbeli katolikusokká vált a falu. Segítettünk nekik, hogy megfelelőképpen tudják ünnepelni azt a Mária napi bucsút. Ott nem volt vallási fennhangja ennek a dolognak. Tényleg azelőtt akkor a bucsuk voltak, hogy senkinek nem jutott az eszébe. De mondom, eljött a lelkész is az unokámnak vett valamit a bucsóba. Senki nem mondta, hogy most miért van. Kulturális valaminek vették, fogták föl. A bucsó nem tartozott az egyházi ünnepek közé, de minden szeptember 8-a után volt a Tevelen a bucsó. Most is jobban. A rokonok jöttek, tömve voltak az utcák, minden. A tapolcafőjek jöttek, a nagyteveliek jöttek, a rokonok jöttek a teveli bucsúra. Mikor kises voltam, ugye általában mindig megvolt, hogy kitartotta a bucsút, kiszervezte. Vagy a kisesek szervezték, hát majdnem, hogy mindig. Akkor volt esetleg olyan, hogy voltak ilyen önkéntes tűzoltók, ilyen, hogy akkor azok szervezték. Még az 50-es években is. A legények sátrat készít, 50-es, még a
60-as, 70-es évekig nem is a kultúrházba történt, hanem a kocsmaudvaron. Akác ducakat ástak le az udvarra a földbe, színpadot ácsoltak előtte héten, a legények fűszfa vagy bármilyen ágakat, leveles ágakat, sátrat építettek. Na, ez már összehozta a társaságot. Ott sem volt az, hogy milyen vallású valaki, hanem hogy minél többen elférjenek a színpadon, meg a táncparketten, meg a földes tánc területen. Meg mikor lett volt, hogy a TEASZ megalakult, a TEASZ-ek szoktak a TEASZ-bálokat szervázni. Szóval volt egy fickó, az mindig főgyárizsette, hogy melyik faluba lesz ilyen TEASZ-bál, vagy bucsú, vagy. Akkor mindig tudta az ember, hogy először kupon volt bucsú, azután sorba, hogy melyik faluba van a bucsú, aztán mentünk bucsúba. Én is 58-ba vettem egy csápálmotort, aztán azzal jártunk, ahol mentünk. Elmentünk még mindenhova a bucsúba. Nagy te vár a tapolca. Elmentünk mink a bucsúra. De hát nem ám úgy volt, mint most, hanem sátor volt. Csináltak a legények ilyen nagy sátrat, aztán ott volt a bucsú. De nem szombaton, hanem vasárnap meg hétfőn, akkor volt a bucsú. Vasárnap volt a vidékieknek, hétfőn meg a palusiaknak, akik hát itt laktak. Nagy tavára ment a délután 3-4 óra körül, végig volt az utca, az az út, a bucsúba menő fiatalokkal. Ásta meg, ha visszafelé haza már, ásta olyan 8 órakor szokták mondani, hogy vacsora, aztán amikor azt mondták vacsora, akkor ment a nép haza vacsorázni. Nagy tavári bucsúra, ahogy szoktunk menni. Mai leányok csak, nem ám osszom fáját. Megnéztük a ringist, a sátorokat, aztán meg hazagyüttünk. Erre a mázőn volt, gyalogutóra mentünk át. Hát ott nem maradtunk, ott mind itt a válba. Csak átnéztünk. Voltunk barátnők, valami 5-6-an. Makai Karolin, Szalai Renke, Varga Terus, Varga Juci, Böröcki Gézi, ahol voltunk. Volt, aki visszament, vagy volt, aki nem jött haza vacsorázni. Már volt olyan szokás a vidéki lezénlágényekkel szemben, hogy ha megtetszettél valami hájbáli lánynak, akkor az elhívott vacsorára. De hát akkor ma igen jól kellett kinézni hozzá, hogy a sikerüljön. Kisétáltunk ünneplő ruhába, aki megengedhette később magának, annak bucsúi ruha volt a lányoknak. Aztán, hogyha az a bucsúi ruha egy kis vékony karton volt, és hideg esős idő volt, akkor is abba vacogott a fogunk, mert a bucsúi ruhát bucsukor föl kellett venni. De egész fiatalon ilyen, nem tudom, 12-14 ilyen felső tagozatos korban még sötétedésig kint maradhattunk, a zene megszólt már délután, azért egy kis tánc, meg egy kis mulatság is belefért. A napbucsó két nap tartott, a kisbucsó meg egy nap tartott, de hát cigánzene volt, mondjuk akkor nem voltak ezek a más zenészek, cigánzene volt, de jó volt. Bálba jártunk, mikor fiatalabbak voltunk. Leányok sorba álltak, aztán a legények meg, melyeket akartál, főkérte vitte táncolni. Az édesanyjának ugye körbe ütik a akkor divat volt. Nem lehetett magadnak elmenni a bálba, csak kísérette. Ha éppen nem volt, beteg volt, vagy nem, akkor volt egy unokabátyám, meg van is hallottam, még él, már 80 felé tart, akkor az volt a gardedám. Aznak ott kellett őrizni bennünket. Aztán akkor oda jött a fiatalember, aztán megkérte anyukát, hogy felkérhetem-e. Hát, mondhatom, nem voltam azért vonalávaló. A szülők körbeütik, akkor még a
tánctermet, aztán eldőlt. Többen voltak, mint a táncos. A lányok meg is ültek, aztán meg kellett várni, míg fölkívnak valakit. Akit ritkán kértek föl, a Petrezelmet árult Pettye volt. Akkor aztán akkor jöttek vidékről is a környező falukból fiatal emberek. Volt, aki megfutamodott, már ugye a leányok azok sorba álltak ott a bálba, aztán amelyiket nem kérték föl, előre táncolni, az volt, aki hazafutott, én megfutottam utána, már nem akart zöldséget árulni, ugye az előtt az volt. A leány szégyelte magát, ha nem kérték föl egyből a bálba. Hát elmentünk a bálba, ott ismerkedtünk, aztán megismertem a férjemet, hát én nekem nem volt más, csak a férjem. Fiúk biciklire pattantak, átjöttek a szomszéd falvakból, aztán itt a kultúrház környékén incselkedtek velünk, meg a helybeli fiúk is azért táncolni elhívtak bennünket, vagy hazakísérték valamelyikünket. Az első az ilyen diák szerelem volt. Nagyon helyes csajok voltak te velen, úgyhogy a bálok, bucsuk azért meghozták az eredményt, mert nagyon sok kapcsolat teremtődött te velen, akik falubeli lányt vettek feleségül. Hát én is megismertem az irenkét, bálokba, bucsukba táncoltunk. A biztos, hogy úr, ő választott ki engem szerintem, mert azt mondta mindig, hogy én jól tudok táncolni. Azt bírtam, igen. Volt itt tánciskolák szervezett, azt ki szervezte a tánciskolát, ezt nem tudom. Az ebnek a háznak a udvarán volt, már mondom, ez még akkor a Bozzai féle ház volt, volt kocsma, minden. És akkor volt tánciskola, oda jártam, hát én is, a papa is. Akkor hány évesek voltunk még? Meg általános vagy általános, elsős közgazdaságiba jártam, minden. Aztán ott is mindenkivel a tánciskolába, tehát ott táncoltatott meg először. Utána volt a koszorúcska, ugye a tánciskolának az volt a befejező része, aztán ott táncoltunk. Utána meg már lehetett, én is mentem mindig a bálba. Jól táncoltunk, meg jót mulattunk, ott voltak, sok minden faluban voltak haverok, aztán olyan jó nót, már éjfél fele olyan jó nótázások mentek akkor, már akkor a kocsmába tanultak meg a nótákat a fiatalok. Már ott az idősebbek nótáztak, aztán az ember odavágódott melléjük, aztán megtanulta, ha nem is tudta ott úgy énekelni, de a szöveget tudta. Mikor nem voltunk olyan beszélő viszonyban, már olyan is volt, ugye, akkor nem táncoltatott meg abba a bálba. Akkor magamba fukkadj meg, nem táncoltattál meg. Aztán nem akkor mondta, fukkadj meg, csak gondoltam. Kint a szabad téren éjfélig ott muzsikáltak, voltak ezek a helyi cigányoknak, zenészek. Ezeket szokták megfogadni a legények. Szóval éjfélig ott táncolt, aztán még ott ismerkedtek a fiatalok jobban. Lekérték a lányokat, ugye most táncolt, aztán oda ment, lekérték. Aztán mikor már az egyik nem adta oda a másiknak, még verekedések is, hányszor voltak verekedések a bálokban. Mert hát aki már jobban összeelegyedett, akkor ha lekírték, nem adta, hogy nem, de hát nem egyezett bele a másik, akkor ilyen is volt. Hiszesek szervezték, állandóan itt, állandóan bál volt meg, akkor a patronálták, adásztávali kiszeseket a pápai honvédség. Jöttek a katonák ide ki, szinte minden szombaton. A mulatnyi megismerkedtek. Nem egy-kettő, az ilyen barátnőmnek is katona lett a férje. Soknak, akik úgy ismerkedtek meg. Ez a véletlen kérdése volt most is, meg véletlen kérdése volt akkor is. Akkor kinek hogyan találta meg a párját, meg mikor az, nem tudta előre. Én sem tudtam előre. Már 8. a Laci bácsi volt nekem az első szerelmem. Ő neki nem tudom, hogy melyik. Vagy én voltam, vagy nem én voltam.
utána nagyon volt nekem is barátom, őnek is volt barátnője, minden. De aztán végén mégis már 17 évesen újra nagyon összemelegettünk. Nem egyszer rá udvarolt mindjárt főként. Kicsinyén kínjük össze. Én ilyen fiúslány voltam, mert két bátyám van, és én bicskával jártam, nadrágba jártam, faragtam, ugyanúgy dobálóztam, csúszlisztam velük, és engem inkább barátnak, havernak fogadtak el a fiúk. Tehát így nem úgy közeledtek hozzám, hogy hú, de helyes kislány, haza kísérem, hanem elmondták, hogy a másik leányjal milyen élményük volt, sokra mentem vele. Majdnem minden este kint voltunk a kultúrba szórakozni. Vagy táncoltunk, vagy csak hülyeskedtünk, vagy mit tudom én. Volt olyan, hogy nagyon kedves barátnőm már, például állok két gyufaszállal elindítottuk a Danubia motort, aztán elmentünk vele motorozni. Én is ilyen nagyon bánt voltam minden hülyeségben, ami létezik. Azelőtt az volt a szokás, hogy a fiatalok kint az utcán találkoztak mindig, énekültek, sétáltak mindig, volt mindig valami mozgalom. Mi szomszédok voltunk annak idején, hogy a véletlen hogyan hozta össze, ő se tudja megfejteni, meg én se. Egyszer csak lett valami belőle, aztán mentünk mindig, átigáltam az utcán, már korán, mire kisétált az ablakba, már először nem lehetett bemenni. Ugye a szülők nem engedték meg, hogy bemenjenek. Hazakísért, mind azelőtt voltak hazakísért, aztán megismerkedtünk. Hát nem körült Mászi mennyi, már a szomszéd gyerek volt. Hazakísérhetem-e. Aztán ha az anyuka azt mondta, hogy hazakísérhet, de az úgy jut utánunk, mint hiába jártunk előre. On volt a szeme, mint a sasnak. Mint a sasnak. Addig ott voltak, mink ott voltunk. Aztán, de még akkor is, mikor én nekem a papa udvar volt, még akkor is ágyít velem anyám. Még akkor se gyűhettem haza magam, hanem abból kellett hazajönnöm. Kinnáltunk a kapuba, ugye, hát mi, féltünk egymásról, nem volt, hogy smarrollás, meg csókolódás, meg... Hát beszélgettünk, mondtuk a magunkért, meg megsimáltuk egymást. Aztán az én anyukámnak mindig ráírt, hogy vécére kellett menni. Mindig égett az udvari villany, egyszer csak kiszól, hogy te lenn, nem lesz még elég. Az is csak először nem gyűhetett be. Aztán, mikor már jobban összemelegettünk, akkor begyűjt. Szüleivel is jobban lettünk, hogy az anyuák se ellenezték, meg az uramnak a szülei se ellenezték. Tehát így jött össze. Arra volt a földünk, ahol ezek laktak, aztán az anyám általált meg kellett kerülni a félfalut, hogy nehogy ezeknek a házzá előtt menjünk el, már akkor azt hiszik, hogy ott voltam a Péter Gábornál. Akkor volt az embernek, amit nem azt mondta, barátnője, hanem itt, hogy minek mondtak, csajnak, vagy valami volt egy csaj, aztán azzal. De ha nem jöttem haza időre, nem jöttünk haza, ilyen örök rettegésben voltam, hogy hazaérjünk időre, ha valamár aztán később lett a papának egy motorja, aztán motoroztunk, aztán persze, ugye, hát megkistünk. Hát. Na hát én mindig kaptam. Azért én mindig kaptam. Hogyan akarsz te férhő menni? Ám volt a mondás. Hogyan akarsz te férhő menni? Mit szól neked majd a párod, ha máma ebben hónap meg abból, meg a mamba? Ráírtam, mentem, nem írtam rá, nem mentem. Ha volt, aki az általános iskolába kiválasztódott. Már igen, igen, tudnék sorolni. Te valennokik osztálytársak voltak. Aztán házasság lett belőle. Még mikor iskolába jártunk, akkor még olyan szürke terbis gyerek volt. Akkor nem figyeltem még urra. Aztán később meg, akkor meg ment dolgozni, és aztán akkor pont kint voltam, akkor beszélgettünk. Aztán sajnáltam is, hogy olyan fiatalon tényleg olyan sok esett rá.
Hát aztán sajnálat nagy már akkor. 14 éves korom óta ismertem a férjemet, mert ő vele meg mindig egy buszon, a 418-ason mentünk. Ő munkába ment, én meg akkor még iskolába. És aztán, amikor később én már szakmát is tanultam, és visszajöttem pápára dolgozni, újra összetalálkoztunk, és ebből házasság lett. Szégyen volt a faluba, ha valaki, fiatalok nem jól étek. Akkor azt meghurcolták a faluba, megbeszélték, hogy melyik a hibás, meg melyik a oka, meg melyik lépett félre, meg mit csinált, meg hogyan, meg itt látták, aztán lehet, hogy semmi sem volt benn, de ha már egy férfi bement kétszer egy fiatalasszony házába, ott vége volt a dalnak. Amma ment a faluba. Mondtam édesanyámnak, hogy meg akarok nősülni. Nem ellenezte. Elhatároztuk, hogy tartunk egy eljegyzést. Meghívtuk a rokonokat, az eljegyzés ön elakult. Megvettük a gyűrűket, megkértem az anyósomtól a kezét. Örült neki. Mindenkinek volt egy olyan vőfény, vagy valaki, aki nekem a bátyám volt a kérő, vagy éppen valamilyen rokonság, aki valójában írtak egy rövid írás beszédet, hogy az én nevemben ők megkérik a kislánynak a kezét, és nagyjából akkor már nagyjából tudtuk, hogy mikor lesz az eskő, mert azért az ember megbeszélte ezeket a dolgokat. Már előre meg volt bász, hogy örömkült, azt ilyen. Jössz vagy nem, aztán, ha igen, mond, akkor jössz, ha nem igen, akkor nem. Szombaton volt az esküvünk, május 23-án, pénteken 11 óráig még itt ment a dolog, már sátor volt itt, meg itt volt mi nálunk a lakodalom. Azt mondja a papa anyunak, hogy na most már ne kölyön máma hazamennem. Esküvő előtt? Pénteken, szombaton volt az esküvünk, már mindjárt a főkő kányozza. Zuhogott az esküvő, Ah, nem akarok mondani, hogy a anyám mondta, de ha már nem bírjátok ki ezt az ennapot. Hát itt volt a háznál lakodalom akkor. Sütették a süteményt, meg a mindent, azt előbb kell készíteni, legalább behírte. Annyira fáztam, már olyan rossz idő volt, hogy majd kifagyott a belem. Aztán hiába hozták oda a rúzsaszín pulóvert, hogy vegyem fel, azért sem vettem fel. Nem vettem fel, már inkább fagyjak, meg azt mondta a papa, amikor már rájöttünk a kanyarba, hogy gyere, fussunk már, itt nem lát senki bánikat. Már fogaimat akkor nem tudtam elvágni. Retentő rossz időt olyan fogtunk. Volt. Dupla esküvőnk volt. Már az uramnak az öccse is akkor esküdött, mikor mink, a bátya. Úgyhogy az esküvőre a tanács, na, és mind a ketten voltunk a tanácstól a templomba, meg így egymás mellett ment a csapat a templomba. A lakodalom is hát egy helyen volt. Május 23-án volt az esküvünk, de ott is én május 1-én akartam esküdni minden áron, de szegény anyu, nehogy úgy legyen, ahogyan én, akkor már mindig azt mondtam, kommunista ünnepen mindig jó idő szokott lenni. Már szoktunk menni biciklin. Fölvonulásra, ugye? Aztán mondom, mindig egyszer a fehér blúzba mentem, hát nekem akkor körül az esküvő. Aztán azt mondta, anyu harcolt, hogy ne akkor legyen, ne akkor legyen. Majd ráírtek még, még nem kell elsietni a dolgot, Hát akkor kiharcoltuk, hogy akkor legyen május 23-án. Olyan eső volt, olyan hideg eső volt, hogy a vasfazig vagy az üstbe fűttek a tyúkok itt az udvaron, aztán az összes fő talán maradt a lakodalomra. Nem győztek tüzelni alatt. Már visszavárti a füstöt, meg nem forrott, meg nem kiugráltak a tányérból a tyúkcokba. Én és az én házam az Úrnak szolgálunk, ez volt az áldás, megmaradt hála Istenben. Ez volt a mondás. Akkor Nagy Lajos volt, úgyhogy adott egy kis emlékkönyvet, ami még mai világ most is megvan, úgyhogy emlékét őrizzük. Adászebel szép helyen van, közepébe templom is van, körös körül fáknak
rászállott egy búzsgerlice. Ha én búzsgerlice volnék, babám ablakába járnék, ó, szállnék, ott is csak az dúdulgatnám, ébren vagy-e, kedves babám? Ébren vagyok, nem aluszom, csak felőled álmodozom. Így jár, aki szeretőt tart, éjjel-nappal nem alszik az. Hát aztán mint megmaradtunk egymás mellett. Hát most már 52 éve. Megszerettük egymást, hát most mit mondjak? Hát más nem tudok mondani. Hát most is csak úgy van, nem? Aztán 58 évig együtt éltünk. A szép idő, igaz?